Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy megvásároltam a legújabb legendás buszok a múltból, ugye ez a 33. szám, és ez az Autosan H10-es. Nem tudom, hogy jól ejtettem ki, de igen. Na és akkor most így kibontjuk. Ugye nyilvánvaló, hogy először a buszt fogom így kivenni, és ezt majd így később bemutatom, és először szépen levesszük róla a fóliát, és ugye van egy ilyen karton, ami így, hogy ne gyűrödjön, és akkor nézzünk bele egy kicsit, csak úgy kettőt lapozunk így. Ó, igen. Jól néz ki ez egyébként ez a busz, úgy látszik, hogy más színekben is látható. És, aha, itt van ugye a műszaki adatai is a busznak. És akkor lássunk neki, mert már nagyon várom ezt így. Egy kicsit, igen, így megy. Milyen izgatott vagyok, addig várom, hogy kibontsam. Na, nézzük. Na. Jó. Na. Ez ilyen. Jó, hogy van ilyen védő. Része, hogy ne törjön el, vagy sérüljön meg. És akkor nézzük meg így a busznak az elejét. Autosan. H10-es. Itt van ugye az oldala, ahol ugye föl lehet szállni. Fura módon itt csak egy ajtó van. Ajtaja van. Ez itt. Itt van a hátsó része. És hogyha itt így megmutatjuk, igen. Jó kis ilyen eltolható ablakok vannak, ha jól tudom. És itt az eleje, és itt az autóbusznak a teteje. Nem nagyon szereti. Próbált így fókuszálni, és akkor itt van Autosan H10 odaírva, 1/72-es méretű. Na, úgyhogy szép darab, nekem nagyon tetszik. Úgyhogy remélem, és még jó gurul is, nagyon jó. Úgyhogy remélem, nektek is tetszett a videó, de még előtte megnézzük, hogy mi lesz a 34. számban, erre nagyon kíváncsi leszek. Mercedes-Benz LOP 3500-as 1935-ből. Nagyon szép darab, ahogy látom. Na, erre is nagyon kíváncsi leszek, úgyhogy remélem nektek is tetszett így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!